2012-ben Magyarországon először Nyíregyházán végeztek citoreduktív sebészeti beavatkozást magas hőmérsékletű hasüregi kemoterápiás kezeléssel. Ezt a kombinált technikát azoknak a betegeknek a kezelésére találták ki, akiknél különböző betegségek miatt a hashártyán áttétes daganatok alakultak ki. A témával kapcsolatban Tóth Lajos Barna volt 35 perc műsorunk vendége. Ugye erről a műtétről azt kell tudni, hogy ez két alapvető részből áll. Van egy hosszú műtéti procedúra, ami az elején, amikor elkezdtük ezeket operálni, akkor azért 8-10 órán keresztül tart. Ennek az a lényege, hogy a hasüregben lévő összes daganatos szövetet, szervet eltávolítjuk. És ilyenkor, amikor a, úgy mondjuk ez csúnya latin szó, hogy a makroszkópos daganatmentességet elértük, tehát amikor már nincs a hasüregben látható daganat, sajnos tapasztalataink alapján tudjuk, hogy részben a, a kezünk által, részben a betegség e, kifejlődés által mikroszkópikus méretű sejtek mindig maradnak a hasüregben. És ha ezeket nem kezeljük, akkor ezekből rövidebb, hosszabb idő után újabb daganatok nőnek ki a hasüregben. És erre találták ki ezt a magas hőmérsékletű hasüregi kemoterápiát, ami egy nagy koncentráció magas hőmérsékletű kemoterápiás szer, aminek az a célja, hogy a hasüregben kószáló apró kis gonosz daganatsejteket, amiket nem látunk a saját azokat Ez a pumparendszer hasonló, mint egy szívmotor. Csöveken keresztül a beteg hasüregébe áramlik a kemoterápiás oldat, majd megfordul és egy másik csövön át kimegy. Ez a folyamatos cirkuláció azért szükséges, mert a 42,5 fokos hőmérsékletet így tudja a berendezést tartani. A magas hő sokszorozza a hasüregbe juttatott kemoterápiának a daganatsejt pusztító hatását. Kezdetben a leghosszabb ilyen műtét 12 óra 5 percig tartott nem olyan régen elkezdték ennek a nagyon borzasztó hosszú, nehéz műtétnek a laparoszkópos technikáját. Ez egy borzasztó nagy kihívás a sebész számára, hiszen alapvetően is nehéz és hosszú műtét, de azért így, ahogy már tanulási időszakon túl vagyunk, ez a 10-12 órás átlag műtét idő most már lement egy ilyen 3-4-5 órára, tehát már relatíve gyorsabban csináljuk a, ezeket a műtéteket. Viszont ö, rengeteg szerfes szervencehez kell hozzányúlni a hasüregben. És hát ezt ö, kitalálták, hogy meg lehetne ezt próbálni laparoszkóp és külföldön már ezzel gyűltek a tapasztalatok, már több országban elkezdtek ilyen műtéteket, és hát mi pedig úgy gondoltuk, hogy ha már mi tudtuk Nyíregyházán Magyarországon először meglépni ennek a műtétnek a nagy testvérét, akkor szerettük volna, hogyha a magyar sebészet történetében lenne egy megint kicsi lábnyom Nyíregyházával, hogy ennek a műtétnek a laparoszkópos változatot is Nyíregyházán csináltuk meg 2024. szeptemberében. A laporoszkópos technika előnye, hogy a kisebb meccések miatt mérsékeltebb a sebb fájdalom mértéke, a páciens hamarabb mobilis lesz és kevesebb szövődmény alakul ki. A 44 éves férfi műtétje sikeres volt, már az operációt követő hatodik napon hazaengedték.